Az afrikai sertéspest is elleni küzdelem legfontosabb eszköze az Európa szerte túlszaporodott vaddisznó állomány csökkentése. Erre azért van szükség, mert amíg a betegség jelen van a vadállományban, a súlyos kockázatot jelent a házi sertés állományra és magára a sertés ágazatra is. A probléma megoldására most nemzeti akcióterv készült, jönnek a részletek Balástól és vendégétől. Így van még hozzá dr. Bognár Lajos, országos főállatorvosa, következő beszélgető partnerem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük talán onnan, hogy mit kell tudnunk az afrikai sertéspestis betegségről. Az afrikai sertéspestis egy olyan vírusos betegség, ami csak a vaddisznót és a sertés betegíti, meg emberre nincsen veszélye, nem jelent semmilyen közegészségi kockázatot, viszont a sertésekben a megbetegedett sertések szinte mindegyike elhullik, és emellett a közvetlen gazdasági kár mellett nagyon komoly közvetett gazdasági kárt okoz a kereskedelmi korlátozások miatt, ami már nem csak az élő sertést érinti, hanem valamennyi sertés terméket. Európában egyébként voltak már tapasztalatok eddig ezzel a betegséggel kapcsolatban? Felütötte valahol a fejét? És hogyha igen, akkor milyen károkat okozott, vagy milyen károkat tud okozni, ha ez elburjánzik? Most már lassan Európa is, Európai Unió is tíz éve küzd az afrikai Sertéspest is, ezt megelőzően egyébként Szardinián endémiás, tehát Olaszországban endémiásan fönnmaradt a betegség hosszú távon, és az évtizedeken keresztül most is jelen van. Így nem csak Magyarország érintett, hanem nagyon sok Európai Uniós tagállam, legutóbb ugye Németország fertőződött be, így most már ott is nagyon nagy számú vaddisznóban találták meg a betegséget. A mentesítés is sikerült már egyébként két ország, Csehország és Belgiumnak sikerült megszabadulni a betegségtől a vaddisznó de ott egy egészen speciális földrajzi körülmény miatt sikerült hamarabb a mentesítést elérni. Egyébként miért pont a vaddisznó állomány a leginkább érintett ebben a betegségben, és hogy terjedhet át a vaddisznó állományról mondjuk a, hazai, a sertés állományra? Az Európai Unió esetében egyértelműen látszik, hogy Grúziából indult el hódító útjára a betegség, és a nagy ugrásokat kivéve, amelyeket ember okoz, a természetben is terjed, illetve a természetben gyorsan tud terjedni a vaddisznók közvetítésével, hiszen a vírus egyébként. 7-8 hónapig képes túlélni, és az élelmiszerben, élelmiszer hulladékokban, fagyasztott húsban akár 1-2 évig is fertőzőképes marad a vírus ez okozza, ez a nagy ragályozó képesség okozza a veszélyt, nagyon könnyű átvinni a betegséget élelmiszerrel, ragályfogótágyakat, a csizma, cipő, eszközök, gépjármű kerekei, ami kifejezetten veszélyt jelent, és ezért nagyon fontos a járványvédelem mind a vadászat, mind pedig a háztályi házisertéstartásban. És akkor eljutottunk a legaktuálisabb kérdésig. Tehát a most megjelent ezzel kapcsolatos nemzeti akciótervről mit kell tudni? Mik a lényegi elemei ennek? 2018-ban jelent meg Magyarországon a vírus, azóta létezik a Nemzeti Mentesítési Terv, amelyet többször módosítottunk. Ez az akcióterv kifejezetten a vadászat, a vaddisznó állományoknak a szabályozására, a vadgazdálkodás szabályozására született, éppen ezért nem is elsősorban állategési szakértők, hanem vadászati szakértők alkották meg egy szakértői csoport. Az oka kettős, azon túl, hogy a problémára megoldásokat kell találni, az Európai Uniós kötelezettség is, hiszen előírja valamennyi tagállam számára az Európai Unió, hogy elkészítse ezt a tervet. Ahogy az bevezetőben is elhangzott, a legfontosabb az állomány gyérítés, ezzel lehet lassítani, majd hosszú távon mentesíteni az országot a betegségtől, bármely területen egyébként, és ez az akcióterv azokat a végrehajtási lehetőségeket tartalmazza, illetve adja meg a lehetőséget a varázsatra jogosultaknak, hogy önmaguk eldöntsék, hogy hogyan érik el a kitűzött célt. Egyébként, ha már itt tartunk a gyakorlatban, ennek hogy kell kinéznie? Tehát kiknek kell gondoskodni arról, hogy végrehajtsák ezt az akciótervet, és mi a végső cél? Ez egy nagyon sok szereplős feladat, valamennyi hatóságnak is, állategészségi vadászati hatóság, tájegységi fővadászoknak van szerepe, de a legnagyobb felelősség a vadászatra jogosultakra hárul. Nekik kell meghatározni azokat a módszereket, amelyeket az akcióterv taglal, tehát komoly segítséget nyújt, amelyel a gyérítést meg lehet oldani. Ez a kilövés, csapdázás, egyéb lehetőségek, amelyekkel tudnak élni, és Közben azt is meghatározza az akcióterv, hogy hogyan kell becsülni a, az állatlétszámot, milyen új módszerekkel lehet pontosabb becslést alkalmazni, hiszen valamihez mérni kell a, a, az állomány sűrűséget. Azt kell tudni, hogy a jelenlegi, tudomány jelenlegi állása szerint a afrikai sertéspestis terjedése fél állat per négyzetkilométer, azaz az egy állat per 200 hektár körüli állomány sűrűségnél természetes úton is megszakadhat a terjedés. Ma Magyarországon az állomány, ez az állomány sűrűség 0,12-től terjed ötig, tehát nagyon komoly állomány sűrűséggel rendelkező területek is vannak, ahol nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a terjedést meg tudjuk akadályozni. Emellett persze továbbra is feladat, és az akcióterv mentén a vadászra jogosultaknak egyénre szabott helyi viszonyokra szabottan meg kell határozniuk, hogy a hullát, az állatéltű mellékterméket hogyan próbálják megsemmisíteni, hogyan mintáznak a természetben talált állatokból. Kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményeket produkál majd a Nemzeti Akcióterv, és várjuk vissza ezzel kapcsolatban is majd a jövőben. Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvosnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, szép napot kívánok! Köszönöm szépen!